iskola diáksága és tantestülete nevében tisztelettel köszöntöm dr. Cserpalkovics András polgármester urat, Brájer Éva alpolgármester asszonyt, Mészáros Attila ifjúsági ügyekért felelős tanácsnok urat, Tóváros városrész képviselőjét, valamint Székesfehérvár megyei jogováros önkormányzat képviselőtestületének megjelent tagjait. Nagyon-nagyon sokat köszönhet ez a város az intézményeknek, a tanároknak, a szülőknek. Rengeteg program, esemény egyszerűen nem lenne megtartható, gondolok itt akár az augusztusi eseménysorozatra is, anélkül a sok-sok diák, tehetséges fiatal nélkül, akiket valakinek nevelni kell otthon, és nevelnek az intézményekben is. Én ezt kívánom, és ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, jó egészséget ebben az esztendőben is. Köszöntöm a kedves elsőosztályos tanulókat, külön köszöntöm az ő pedagógusaikait, és köszöntöm azokat az óvodapedagógusokat, akik most bizonyosan izgulva várják, hogy hogy élik meg első napjaikat ezek a kis diákok itt az iskolában. Én megnyugtatom őket, látva az itteni légkört, az itteni pedagógusokat, és ezt mindig az egész ország valamennyi iskolájában elmondhatjuk. Biztos vagyok benne, hogy minden kis diák nagyon jó kezekbe kerül. Kívánom a kedves tanító kollégáknak, hogy a kezdeti izgalmakat és szorongást, amelyet a kisdiákok is együtt éreznek, mielőbb leküzdve nagyon sikeresek legyenek. Valamennyi kedves tanulónak kívánom, hogy tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel, a saját képességeihez mérten megszerezhető tudást, a saját céljait mielőbb érje el, valósítsa meg. Kívánunk ehhez sok sikert az egész tanév vonatkozásában.